Üdvözlök mindenkit, Leidos lennék, és kipróbáljuk a Hunter Call of the Wild játékot. Én ezzel pár évvel ezelőtt már játszottam, de azóta annyi és annyi DLC és kiegészítő jött hozzá, hogy úgy gondoltam, hogy ismét leülök elé, és azt mondom, hogy kezdek egy új játékot. Végülis nincs benne sok órám, úgyhogy nem gond, hogyha elvész. Keresünk valami karaktert. Melyik legyen? Legyen ez. És hova menjünk, hol kezdjünk? Ez a legújabb, ha jól tudom, a Mississippi. Nem tudom, hogy ott kellene-e kezdeni. Teljesen kezdőként. Nézzük meg! Wow! Úgy látom, itt van nyuszi. Vagy lesz nyuszi. Remélem a felvétel jó lesz és nem hülyeskedik mind az árknál. Na! We've got wetlands, the blues, and the American story. Not to mention some of the best hunting you'll find anywhere on this earth. But the floods this year have been worse than ever, and our community is at its breaking point. Camp Haven, the summer camp we worked so hard to open last year, is under threat. If there's one thing I've learned living here, it's that Mississippi Acres folk are resilient. We don't need a savior, just a little extra help. And that's where you come in. Looks like the end of the road. I'm so sorry, but I've actually got to run. I've got a pile of papers I need to grade. I'll call you as soon as I've got a signal. Promise. No. Ami szerintem nagy újdonság, és nagyon jó, hogy belerakták, az a kutya. Sokkal könnyebb megtalálni úgy. Finally, I had to add actual cell service to the list of things I miss about Chicago. Sorry that I'm so short on southern hospitality right now, but we've got a bit of a situation. Steve Ernie from our flood relief committee was out delivering supplies to elders who couldn't evacuate on time. The levee overtopped and his trunk got totally submerged. Everything scattered. He got away safe, but we don't have the funds to let anything go to waste. Can you go take a look? The water should have mostly receded by now. I'll mark the location on your hunter mate. Thank you. Okay, nézzük meg, hogy hol vagyunk, és ide kéne eljutni. És mi van nálunk? Egy 243-as, ez egy alap. Egy 12-es sörétes. Egy magnum, illetve nem magnum, csak magnum lőszer kell bele. Jó. Sok-sok hívónk van alapból. Szuper. Na, te mi vagy ott? Mi volt? Na, hol van, ahova menni kell? Ott van. Most átvágunk mindenen? Hát vágjunk át mindenen. Még azt akarom megnézni, hogy... Aha. Ez ilyen mindenes, 2-től 6-ig jó. Ez jó. Sörétes 2-től 5-ig.
Ez is. Szóval minden úgy 2-től 6-ig rendben vagyunk. A disznaja. Mi vagy te, mit tudsz? 4-es. Oké. Szerintem ezt megvesszük. Szél az jó. Hú, egy egész konda. Várjunk csak. Minor. 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 Trüval. Minor. Akkor végig is mindegy melyik. Nem akartok megállni? Csak úgy. Ne szaladjatok, inkább álljatok meg. Ez nem jó. Oh. Szerintem ezt elpuskáztam, de jó, kezdődik. Álljunk csak fel. Próbálok majd nem puskát használni, hanem próbálok crossbowzni, mert miért nem mutatod, hogy merre? Mert crossbowt jobban szeretem meg, akkor közelebb kell menni az állathoz. De miért nem mutatta, hogy merre, hogy az majd később lesz? Na jó, hát most akkor így keressem meg. Most ez komoly? Ott, mintha. Aha, de miért nem mutatja egyelőre? Bronz. Jót lőttem, minden. Hát ez viszonylag jó lövés volt. Ó, pont a trivált kaptam el. A fenébe. Na mindegy. Gyűjtöttünk egy kis pénzt. És akkor menjünk oda a célhoz. Most szivatsz? Ahogy látom, ezek ilyen elszabadult, elvadult házi disznók. Ma olyan nagy a... Mindjárt megnézem, hát ide fel tudok menni a dombra. Olyan nagy a növényzet, hogy nem látok rá. Csöpög az eső is. Szuper. Na jó, menjünk. Nem tudom, hogy így volt, hogy a legelején abszolút nem mutatja az, hogy merre van az arra, hogy mi van ott.
Mosómedve. Vagy mi volt az? Ja, szóval nem emlékszem, hogy a legelején nem mutat, ennyire nem mutatja a dolgokat, hogy merre indult meg a vad, stb. Mert, ahogy mondtam, egy-két évvel ezelőtt próbáltam ki a játékot. Összesen vagy 10-12 órán van benne. És egy-két napja vettem elő megint, és így játszogattam, de ugye akkor már mindent mutatott. Ja, arra megyünk. Nem biztos, hogy esőlétes kéne. Ja, úgyhogy ha lehet, akkor megpróbálok crossbowzni. Kipróbáltam a szavannán. Hát meglőttem az oroszlánt, de viszonylag halálos is volt, de még volt annyi ereje, hogy elkapjon. Úgyhogy meghaltam, de ott, ahol elkapott, ott egyből össze is esett, szóval nem kellett utána menni. Szóval a crossbow az egy iszonyú jószág. Ugye most nem a kilátóhoz hozta, nekem a házat létszi. Nekem ház kell és kutya. Ez nem a kilátó. Ahova kell menni, az utána van. A kilátó az itt van. Ha ilyen ködös lesz az idő, az jó lesz. Full HD-ba megy a játék, mert elvinni a nagyobb felbontást is, csak félek attól, hogy akkor akadna a felvétel, úgyhogy az árból tanulva és mindent visszavettem Full HD-ba. Lehet, hogy a többi játéknál indokolatlan, de nem akarok kockáztatni. Na, szaladjunk. No, itt még főzőcskézni is lehet. Videó, tévé. Jó, és ott a ház, vagy itt a ház? Melyik ház legyen? Mindegyik szimpi. Megkeresünk egy elveszett valamit. Mennyi idő van? 18:59. Szerintem inkább oda kéne menni a házhoz. Ó, nincs gyors utazás, mert... Még nincs. Még nem, mert fel kell ahhoz fedezni, mi? Jó, akkor... Nem tudom, melyik van közelebb. Talán ez. Hát majd használunk lámpát. Nem tudom, hogy itt milyen veszélyes állat van. Egyedül talán csak a aligátor. Legalább is bízom benne. Ó, nincs is olyan messze a ház.
Az anyád, de megijedtem. Ez egy aligátor lesz. Ide megijedtem. Köcsög. Ott van, ott van, ott van. Az aligátorhoz mi jó? Jó a sima puska? Milyen jó, hogy mocsáron kell átmenni. A frász hozza rám. Kukucs. Na, minden fára azt hiszem, hogy aligátor. You're almost there. You starting to get goosebumps or is it just me? Hatos. The Delta's a weird place. He said he got stuck somewhere over there by those cypress knees. Bingo. Those are the supplies. Gondolom, itt nagyon nem kell lopakodni, mert gondolom meg akar enni. Az ott mi? Az ott itt tetem? Hogy valakinek a hullája. Ez itt egy tetem. What's that? Alligators aren't in the habit of abandoning their food. Either Steve forgot his dinner or he was gonna deliver this to someone. Well, it doesn't look all that fresh, and I think you've got enough to carry. Leave the gator some supper. Na, merre vagy, köcsög aligátor? Ott. Amiből sok minden nem látok. Lehet, hogy nappal kéne itt vadászgatni, nem? Hát így nem látok semmit. Egy night vision jó lenne. Na jó. Menjünk a kijelölt helyre. Meg még esik is. Lenne az elveszett valami? Got everything? Thanks. This is doing us a huge favor. Hey, are the shadows playing tricks or is that a briefcase I'm seeing on my feed? Let me make a quick call. Hey, Mrs. Tackett. My new counselor's out where Steve dropped the flood supplies, and there's a briefcase hanging from a tree branch. You know if that's... Uh-huh. Yep. Yep. Yes, ma'am. Give me just a sec. She wants to talk to you. Well, Miss Davis has got you out on a fine excursion this time of night. Betty Tackett here, chairwoman of the Mississippi Delta Big Game Club. I hate to ask, Sugar, but can you grab the briefcase? Steve's a little ornery and he'll pitch a fit if he don't get his papers back. You'll have to... Ne dumáljátok, hogy itt nem hallok semmit. Itt egy nyílt terep.
Nem elég, hogy esik. Elég hangosak vagyunk, ahogy hallom, vagy látom. Ugye azért rizgibb lesz crossbowzni. Hogy valamivel csendesebb. Aha. Na, foglaljuk el, és akkor keljünk fel reggel. Majd leadom a cuccot reggel, visszajövünk akkor, levadászok az aligátort. Hey. Hát ti mik vagytok? Óha, mennyi mi ez? A gancsos nincs köztetek? De, ott van. Csak messze. Egyes. Úgy, de messze vagy. Jobbra, kicsit mellé. Nem biztos, hogy meg lesz. Az baj, hogy egyrészt előtte futottam, másrészt meg nem tudom olyan sokáig visszatartani még a levegőt. Vajon eltalálhattam? Eltaláltam. Hát így tudjuk csak követni. Így nem biztos, hogy meg lesz. Elkapkodtam a lövést. Pulyka. Pulykához. Most nincs fegyverem. Ha csak nem a sörétes. Következő nyom. Ez nagyon nem akar vérezni. Úgyhogy lehet, hogy nem lesz meg. Hát lesz mit fejleszteni a karakteren. Oké. Okay. Bízom benne, hogy meg lesz. Már lehet a kék. Lehet, hogy itt el is vesztettük. Ott a kék.
Ó, remélem nem mossa el a izé nyomukat. Ez a hang. Ó, az anyád. Ugye most csak viccelsz? Ott van. Menj innen. Szerintem ezt rendesen kapta. Valahol itt kaphatta, úgyhogy majd elmegyünk oda. Bár lehet, hogy el kéne menni a házhoz és kutyával visszajönni. Nem lesz meg. Erre mutatja, hogy erre jött. De itt mintha fordítva lenne a patanyom. Vagy nem? Ah, arra. Nem, jól van a patanyom. Arra. Ó. Oh. Na jó, ennyit nem lövünk. Főleg így éjszaka nem. Hát te... De amúgy te is elmész. Na jó, ez így sok. Ez így sok lesz. Vissza kell jönni kutyával. És otthon, édes otthon. Oké, ezt leveszem. Hát, jó. Mondjuk azt, hogy oda akartam rakni. És akkor egy házató partján, tök szuper. Oké. Okay. Na és akkor kérnék egy kutyát mindenek előtt. Ez nekem bejön. Az, hogy fiú vagy lány, az
nekem mindegy. Legyen a Walking Dead után kutya. Na, és akkor ezek kellenek nekem. Nem tudom, hogy a világos az mennyire üt ki a tömegből, de legyen egy ilyen. És legyen egy ilyen. És kellene nekem hozzá így. 300 grammos, az pici. Úgyhogy ez jó lesz. 420 grammos, a sokkal több mindent lefed. 2-től 7-ig. De jó drága. Nem biztos, hogy a legelején erre kellene költeni. Bár miért ne? Legyen. Ja, várjunk. Nem ezt akartam, hanem nekem izé kellene ez. Ha! Mi? 4000 kutya. Hát akkor te most nem kapsz. Szóval 420-as kellene 2-től 7-ig. Ezt megvettük, és akkor pisztoly szerintem nem kell. Ebbe. Ez kell. Ez nem kell. Sörétes megtartjuk, hát ha lesz apróvad, pulyka vagy ilyesmi. Oké. Szerintem ez nem kell. Ez sem kell. És úgy gondolom, hogy most ez sem kell. És kellene ellen a távcső. És ez ingyenes. Ezt megvettük. És akkor köszönöm szépen. Jó. Mi történt? Kérem vissza a képet. Na. És akkor nézzük a dolgokat. Oh. Ja, fegyveremre már van távcső, nem? Igen, azon ott van, és akkor átrendezzük a dolgokat. Legyen a hármas. Erre kellene ammó, és erre kellene nem raktam be. Na. Megint elment a kép. Pillanat. Nem raktam be. Jó. Súlyba még rendben vagyok. És crossbow.
ígyni. Szeva! Hát de vau! Gyere szépen! Ne csináld ezt velem! Gyere, léci! Na, jó lesz itt, de... Na, menjünk! Vissza kell mennünk, van egy feladatod. Gyere! Bocsi, de sok a kutyakaja. Ja, már fel is van húzva. Jó. Na menje. Na menjünk. Lesz feladatod. Gyere, kutya! Hangulatos így éjszaka, a frászt hozza rám egyébként. Főleg az a hülye aligátor. Elvileg. Hát... Így keresel? Hát nem kapkodod el. Nem kapkodod el, haver. Vagy találtál is? Oké. Okay. Úgy látszik, lesz mit rajtad fejleszteni. Megtalálod. Jó kutya. A szarvas eléggé megzavart itt engem. Remélem a kutyát nem. Na. Oha. Már a szarvas követi. Már nem a vért. Úgyhogy ez megúszta. Úgy tűnik megúszta.
Ja, megúszta a szarvas. Vagy nem. Ez mi volt? Pillanat. Jövök. Na. Ez a frány első. Szóval azt mondod, még egyszer rá kell, hogy lőjek majd. Jó lett volna egy Night Vision eszemű távcső. Fejlődik a kutyus. Hát most jó sokat... vér. Az másik vér? Lehet, hogy az másik vér. A frászt hozza rám a hülyebb. Nem, ez... Az egy másik vér. Jó. Na, visszajövünk ide. Na, fut a kutyus. Aha. Azt nem tudtam, hogy a izét is követi a... a nyomot, akkor hogyha már nem vérzik az állat, de ezt jó tudni. Azt hittem, csak addig követi, amíg van vér. Na, hirtelen irányt váltottunk. És arra? Jó, hát én megyek utánad. Hát ez gyalogba jár, már úgy értem, hogy kutya nélkül. Kicsit necces lett volna. Veszetted a nyomot, vagy mi van? Na? Hát, lehet, hogy ezzel hárommal leszünk most egy ideig. De egész jól bírja a kutyus követni. Pedig már régóta nem láttunk nyomokat.
Tényleg régóta nem láttam nyomot. Se tényleg követsz valamit, vagy? Ugye nem az volt az. Esélyem se volt rá lőni. Az anyád, mi volt ez? Oha. Mi csapott meg? Ó, vagy kutyuli. Hát ez inkább horror. Na, mi van, szagot fogtál megint? Az a baj, most a krokodilt trekkeltem be, vagy nem? De nem, hogy eddig ideig követjük. És meg visszafordul. Fogadjunk, ez szaladt el mellettünk. Tudod mit? Hagyd a fenébe. Hagyd a fenébe, visszamegyünk a helyre. Jó kutya vagy. Na még egyet kapsz. Nem kell? Jó. Visszamegyünk a helyre. Mert ugye, ez biztos, hogy felépült a lövésből, úgyhogy nem is vesztegetem rá az időt, hát már nem volt vérzés, meg semmi ilyesmi. Úgyhogy vissza kéne menni a tisztásra. Röbben a kutyát nem kapja el egy alligátor. Vissza kéne menni a tisztásra, mert ott volt másik vérnyom. De mi csaphatott meg? Valahol itt a tisztáson volt. De hogy hol, azt nem tudom. Biztos, hogy nem ez. Itt mentünk el a házunk mellett. Annyira a nyomra koncentráltam, hogy nem is láttam. Na gyere, visszamegyünk. Ha csak itt nincs vér. Nézzünk itt szét. Nincs. Semmi baj.
Visszamegyünk és megnézzük. Csatangolunk egyet. Hát ha. A másik az biztos, hogy kimúlt, hát aztán közelről lőttem telékbe, hogy meg akkora vérfolt volt ott, hogy az biztos, hogy nem élte túl. És úgy gondolom, hogy a medve is jól kapta. Na nézzük. Az anyádat. Mosómedve. Megint a frász hozza rám. Mosómedve lesz az. Itt esetleg valami vér. Semmi. Szerintem talált valamit már, ha nem, akkor előbb kiírja, hogy nem talált semmit. Itt van a nagy, ez a nagy vértócsa. Jól van, ügyes vagy. Na, ez a nagy vértócsa. Akkor ezt keressük. És meg is van. Oké. Semmi. S hát igen, nincs semmi izéje. Mindegy, pénzt megkapjuk. Nyuszi. Ügyes voltál, gyere, ha megdicsérhetlek. Ügyes vagy, jó van, jó kutya. Még egyszer. Jó, kaja most nincs. Na még egyszer, hogy legyen három, tessék. Nem mondta, hogy nem vagy kényeztetve. És akkor most kellene a medve. Ami szerintem erre vissza volt. Legalábbis úgy emlékszem. Medve nem játék. Na, merre vagy, kis haver? Húha!
Adjál ki még egyszer hangot. Megint esik. De jó lenne látni is valamit. Na jó, menjünk tovább, keressünk. A szél elvileg jó. Hogy lehetek ilyen hülye medvére vadászok? Éjszaka kellős közepén, night vision nélkül. Vajon a medvét nem riasztja el a fény. Ó, mindjárt jön a kutya. Hát szerintem ez a medve már elment innen.
Keressük tovább. Hát ezt nem hiszem el. Adtad ki ezt a hangot, kutya? Oha. Ó, nem most kezdjen el esni az eső. Fordulj el, légy szíves. Fordulj el. Ezt szerintem gerincen csűrtem. Na jó. Gyere, kutyus! Nem túl sok a vér. Lehet, hogy sebesült maci. Médium. Az jó. Oha. Nem megvan, az egy másik. Jó. Oké. Aha, gerinc. Bronz, mert... igen. Menjünk el a küldihez. Megcsináljuk még ezt a küldit. Ja, megnézem, hogy a kutyus kapott-e valamit. Ó. Nem. Ez jó lesz. Szuper! Én is kaptam skillt. Ez jó lesz. Más nem is tudok egyenlőre. Úgyhogy menjünk, és most szaladhatunk. Megfelebb szembe jön a medve, azt lecsap. Aligátor. Éjszaka nem szívesen megyek a mocsárba. Bár ugye elnézem itt. Oké.
Ott vagy a vízbe. Onnan könnyen pampogsz. Hát érdekes ez az út, így belevisz a semmibe. Na menjünk. Nem tudom, hogy a kutyámra mennyire veszélyes az aligátor. Jó, messze van. Várjunk, rossz a cél. Nem oda kell menni, hanem oda. Az nincs is olyan messze, csak meg kell kerülnünk itt a mocsarat. Tényleg nem tudom az, hogy mi a... Na, még ez is. Mi az aligátor és mi a farönk? Remélem oda visz is valami. Szóval ez itt van valahol a parton. Vagy mi ez itt? Ó, oh, még egy elveszett dolog. Haló, mi akar itt megenni? Oké, okay, és azt most hogyan szedem le? Ha? Ötlet. Most komolyan le kell lőnöm. Most tényleg. Wow. Hear that, Mrs. Tackett? You are phenomenal. What happened to that rookie kid I got my hunting license with who couldn't hit a broadside shot on a stationary target? Hadd vegyem már fel. Loud and clear. I'm gonna extend you an invite if you keep that up. I'm down for the count since I broke my neck. Sok a duma. Itt állok a mocsár közepén krokodilokkal. Let's take that later, why don't we? We gotta let you go, Mrs. Tackett. All the best now. Don't be a stranger, y'all. Sok a duma. Betty's lovely, but she's as southern as all get out, as they say in these parts, with everything that entails. Nem lehet elnyomni. Any markings on that briefcase? Not that I don't believe it's Steve's, it's just... I don't see anything suspicious. Na, végre. Let's get those supplies to the people who need them. Na, 1000 kessér megérte. Majdnem meghalni. There's an outpost not far from here. Can you swing by and drop the briefcase and supplies off there? Maybe get your breath back too. Persze. Mi vagyok én, futár? Na jó. Gyors utazunk. Ide a házikóhoz.
Ó, nincs oda kis traktor. Na, itthon is vagyunk. És akkor... Szerintem... Hol vagy, kutyus? Ügyes voltál? Simi, simi, simi. Ügyi vagy. És akkor alszunk egyet. És reggel felkelünk és megnézzük, hogy... Megcsináljuk a küldit, közben pedig remélem, hogy tudunk valamit lőni. Na, ezt a kecót el is fogadnám. És itt az ágy... Ó, tök jó ágyikó. Szarvas. Szuper. Aludni akarok. Mikor kelünk? 3:46-kor. 250-be kerül. Jó, reggel lett, és akkor srácok, innen folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, Leirusz voltam, legyetek jók, sziasztok!